Korábban már beszámoltunk arról, hogy Tolnaváros önkormányzata 184 millió forintot nyert útfejlesztésre, melynek köszönhetően többek között a Pajta tér és környéke újulhat meg. A városvezetés a legutóbbi képviselőtestületi ülésen arról is döntött, hogy ezen a területen szeretné kibővíteni a közvilágítást is. Vélhetően egy időben új közvilágítási lámpatestek is az út felújítással együtt elhelyezésre kerülnek. Nagyon-nagyon egyhangúan döntött a képviselőtestület minden olyan döntésről, amiben most nem nagy dolgokról döntöttünk, hanem kisebb néhány milliós dolgokról. De én azt gondolom, hogy látva az év vége felé, hogy mekkora az a maradványösszeg, amivel rendelkezünk, biztonsággal tudtunk arról a néhány beruházásról dönteni, ami például a Pajta tér közvilágítási bővítése is. Ez nem is annyira az ott lakókat, mint a környékbeli lakókat érinti, inkább az átmenő közlekedés az, ami nagyobb. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy akár a baleset megelőzés szempontjából és a biztonságos közlekedés szempontjából, és nyilván fontos az ott élők biztonsága szempontjából is, de még egyszer mondom, tehát viszonylag kevesen laknak a Pajta téren, de nagyon sokan mennek, akár a Diófasor, Lehel utca, Rétisor, Új Rétisor utcákba lakók, nagyon sokan használják ezt akár kerékpárral, gyalogosan is. Továbbá tervek szerint kerékpárút épül Tolna és Fácánkert között. Fácánkerti önkormányzat megkeresett bennünket, hogy működjünk együtt Tolnát Fácánkerttel összekötő kerékpárút beruházásban. Ez azt jelenti, hogy ők fognak pályázni a kerékpárút építésére. Mi nyilván megtesszük azt a gesztust, hiszen nekünk is fontos, hogy a településeinket biztonságosan kerékpárral meg lehessen közelíteni. Nyilván ez a beruházás lezajlása után majd tekintettel arra, hogy Tolna közigazgatási területén van ennek egy jelentős része, ennek a tervezett kerékpárútnak. Nyilván utána az üzemeltetést mi a Tolna részéről át fogjuk venni, de én azt gondolom, hogy egy városnak kutya kötelessége a környező településekkel együttműködni, hiszen nagyon sokan jönnek Fácánkertből ide, akár iskolába dolgozni, tehát nagyon fontos az, hogy biztonságosan kerékpárral meg tudják közelíteni a települést. A képviselőtestületi ülésen döntöttek arról is, hogy a helyi uszoda szolgáltatásait kibővítik, így akár majd szaunázhatnak is az odalátogatók. 4 évvel ezelőtt sikerült átadnunk a tolnai tanúszodát. Már akkor felmerült az igénye annak, hogy esetleg egy szauna kerüljön megépítésre. A helye, tehát az épületben a szauna kialakításához szükséges hely az biztosított. Mi kértük a tulajdonos hozzájárulását, és a képviselőtestület pedig döntött arról, hogy egy finn szaunát fog építeni vagy építetni a tolnai tanúszodába. Nyilván ezzel is bővíteni fogja majd az uszodába járók az ott lévő szolgáltatásokat. Nem volt kérdés egyébként, tehát hála Istennek a képviselőtársaim valamennyien fontosnak gondolják ezeket az úgynevezett kényelmi beruházásokat. A Peszhofer Ágnes elmondta, hogy a jövőben korszerűsítik a 6-os főúton lévő buszmegállót is. Néhány évvel ezelőtt a 6-os úton lévő buszmegálló egyik oldalát megépítettük. Ez azt jelenti, hogy a Pécs felől vagy Szekszárd felől Budapest irányába közlekedő autóbuszok, ahol megállnak, ott egy fedett várót építettünk, kerékpártárolóval, szemetessel, közvilágítással, és felmerült annak az ötlete, hogy ugyanezt a másik oldalon is, tehát a Budapestről Szekszárd vagy Pécs irányába közlekedő autóbuszok megállóit is egy kicsit korszerűsítsük, tehát maga az öböl az megvan. A buszok most is megállnak, tehát amiről most döntöttünk az, hogy oda, abba a megálló helyre is egy fedett buszvárót építünk, és közvilágítással, szemetessel ezeket ellátjuk. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy azért nagyon sokan várnak ezekbe az akármelyik irányba közlekedő autóbuszokra,
előbb-utóbb ezt meg kellett tennünk, és úgy tűnik, hogy most következett el ez a pillanat. Vélhetően ez a tavaszi vagy a tél végi időben fog megvalósulni.